Az extrém sportok igen népszerűek manapság. És mivel az én gyerekkorom egyik meghatározó sportága a gördeszkázás volt, így hoztam erről nektek egy videót. A gördeszkázás az utóbbi években hihetetlen szintekre nőtte ki magát. De vajon azt tudjátok-e, hogy honnan indult ez a sport? Az utóbbi pár napomat azzal töltöttem, hogy kiolvastam az internetet, nagyjából kétszer, és őszintén megmondom, hogy egy-két dolog még engem is meglepett. A gördeszka feltalálásának pontos idejét senki nem tudja, de nagyjából az erre tartozó igény az 1950-es évekre tehető, ugyanis Hawaiion és Kaliforniában is a szörfesek úgy gondolták, hogy ki szeretnék vinni a hullámok helyett az utcára ezt a sportot. Ugyanakkor az első gördeszkához hasonlító valami már az 1900-as évek elején jelen volt, hiszen itt van ez a kép, bár mai szemmel nézve ez inkább egy rollerre hasonlít, viszont később a gyerekek leszették a kormányát, ami igazából egy teljes láda volt, és így már egy kicsit hasonlított a gördeszkára. Na de térjünk vissza 1950-hez, ugyanis megjelentek az első házilag tákolt gördeszkák. Abban az időben nagyon népszerű volt ez a kétsoros görkorcsolya, aminek a felfüggesztését és a kerekeit leszerelték, vagy levágták, és feltették egy deszkalapra. Egyébként az én saját régi stílusú gördeszkám is hasonló képen lett összeszerelve. Ez is, hogyha megnézitek, egy régi görkorcsolyának a felfüggesztéséből van. A II. Világháború után az Egyesült Államok gazdasága fellendült, ez az eredményezte, hogy a játékgyáraknak minél több játékot kellett tolnia a piacra, és gondolkoztak, hogy vajon mi lesz az új trend, ami majd tetszeni fog a gyerekeknek, mondjuk a jó-jó, vagy esetleg a hullahókarika, és ekkor látták ebben a gördeszkában a fantáziát, hogy igazából ezt így is, ahogy van, ki lehetne adni, hogyha már úgyis tákolják otthon a gyerekek, miért ne lehetne kihasználni egy ilyen piaci rést? Az első kereskedelmi gördeszkák 59-ben jelentek meg, amely a Roller Derby Skateboard nevet kapták. Ekkor még mindig görkorcsolya felfüggesztéseket használtak, és igazából a gyerekek helyett a cégek tákolták össze ezt az egészet, és úgy árusították. Egy évre rá aztán egy híres szörfösbolt le is szerződött a Chicago Roller Skate Company-val, hogy olyan felfüggesztést gyártson, ami kifejezetten deszkára lehet erősíteni. Közben még mindig ott voltak a kerekek, amik fémből voltak, és eléggé csúszkáltak a talajon. És képzeljétek el, hogy több mint 10 év kellett ahhoz, hogy végre jöjjön egy cég, és kiadjon egy normális gördeszka kereket. Ugyanis 72-ben megszületett a Cadillac Wheels jóvoltából az első uretán gördeszka kerék, ami a mai kerekek alapját is adják. Ezekkel a kerekekkel sokkal jobb tapadást és nagyobb irányíthatóságot lehetett elérni. Aztán 75-ben jött egy újabb áttörés a gördeszkázás történelmében, hiszen ekkor került megrendezésre a kaliforniai Ocean Festival. Ez egy gördeszkás verseny volt, ahol megjelent a Zephyr Team nevű gördeszkás csapat, és teljesen új szintre emelték a gördeszkázást. A csapat legjobb tagjai Tony Alva, Stacy Peralta és Jay Adams volt. Úgy kezelték a gördeszkát, hogy egy teljesen új korszakot nyitottak a deszkázás történelmében. Gyakorlatilag ők voltak azok, akik a hobbiból felemelték a gördeszkázást a sportok közé. Ekkoriban kezdett kialakulni a deszkázásnak egy teljesen új műfaja, a freestyle, ami a szörfös mozdulatokat inkább ilyen műkorcsolyázó stílusra cserélte. Úgyhogy nagyjából ebből az időből számozhat ez a nagyon régi gördeszkám, hogyha nem én tettem volna össze. De szemmel látható különbség ugye a két gördeszka között, az a felfüggesztés, meg hát ugye a lapnak a mérete, de most beszéljünk a felfüggesztésről. Ugye ennek még inkább görkorcsolya felfüggesztése volt, míg ez már kifejezetten gördeszkára lett tervezve. Ez az áttörés 76-ban jött létre, ugyanis a Tracker Trucks elkezdett a mai függőkhöz hasonló függőket gyártani. Ennek az a következménye, hogy a deszkák sokkal jobban manőverezhetők voltak, és így már tudtak szélesebb deszkát is használni. Úgyhogy elég hamar elterjedt a 8 vagy akár 10 inch széles gördeszka is, amik leváltották ugye ezt a banana boards gördeszkát. Azért hívták ezeket banana boardsnak, mert színesre voltak festve, általában sárga színűre, és úgy nézett ki, mint egy kis banán. És végül Alan Gelfand feltalálta az ollit, ami igazából az ugrást jelenti. Mostani gördeszkások is ollinak ismerik, de képzeljétek el, hogy nem ez volt a neve, hanem no hand aerial, ami ugye egy teljesen új stílus nyitott meg a gördeszkázásban. A ma létező összes trükk alapja igazából ez az olli, az ugrás, úgyhogy úgy gondolom elérkeztünk a videó végéhez. Lehetne még itt órákat mesélni arról, hogy innen hova fejlődött ez a sport, de nagyjából ez a mai gördeszkázásnak a történelme. Remélem érdekesnek találtátok a videót, ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy legközelebb milyen sport után nézzek, én hajlok a BMX-re. És ha tetszett a videó, oszd meg a barátaiddal, hogy ők is megtudhassák, honnan lett ebből ez. Sziasztok! Irány deszkázni!